Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai estén. Munkahelyemet azt úgy hívják pontosan, nekem is nehéz volt megjegyezni, hogy Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet. Ez rövidítve 9 betű, intézeti integrációknak köszönhetően lett ennyi. Magyarul ezt úgy fogalmazzák, hogy történész az én foglalkozásomat, és hát két agykutató után egy elég nagy kihívás megfelelni, hogy még az érdeklődést fent tudjam tartani. Főleg, hogy egy picit úgy kerültem ide, mint Pilátus a krédóba, mert ez a Caporettói dolog dacára annak, hogy egy első világháborúval foglalkozó kutatócsoport tagja vagyok, ez véletlenszerűen szakadt rám, mi ugyanis az első világháborúban a nacionalizmussal foglalkozunk, tehát a Közép-Kelet-Európában a nacionalizmus, a nemzeti érzés, az hogyan és miként működött. Hadtörténettel kevésbé foglalkozom, de hát egy rádió műsorban egy kollégám helyett be kellett ugranom, és most meg itt vagyok. Tehát, hogy aztán hova fog tovább menni, ezt nem tudom. Aztán meghívnak New Yorkba egy előadásra, nem fogok nemet mondani. Amiről mi itt megemlékezni szeretnénk ma, ez valójában tényleg a Caporettói áttörés, amit oly sokszor lehet hallani különféle emlékezésekben és egyéb helyeken, mint a Monarchia hadseregének az egyik legnagyobb első világháborús haditettét, amit aztán hívnak egyébként többféle módon is. Hát mi volt ez a Caporettói áttörés, mitől volt ez olyan nagy dolog, mind katonailag, mind pedig a propagandát tekintve, illetve hogy valójában mi ennek a mérlege, mi volt ennek a valódi hatása, ezt mindjárt meglátjuk, hogy én elég ügyes vagyok ezzel a szerkezettel. Tisztázzuk az alapvető tényeket, ugye 100 évvel vagyunk később, tehát maga ez az áttörés október 24-én indult meg, és tulajdonképpen minden utózmányát tekintve december 2-án ért véget. Az, hogy mikor indult el, az teljesen egyértelmű, az, hogy mikor lett vége a december 2, arról már lehet vitázni, mert ugye egy csata, egy támadás az egyszer kifullad, az nem úgy ér véget, hogy mostantól akkor nincsen, hanem nagyjából erre a napra tehető, amikor azt mondta a Monarchia vezetése, hogy ezt most már abba hagyjuk, nem megyünk tovább. A nevét Caporetto községről kapta, természetesen nem egy községben folyt ez a csata, ez az áttörés, hanem itt volt az a hadmozdulat, amiről aztán ez az egész az elnevezését kapta. Kobaridnak hívják ma, Szlovéniában található, és odaírtam a német nevét, Karfreitet, az pedig azért, mert hogyha valaki korabeli szakirodalommal dolgozik, vagy megnézi a korabeli újságokat, nagyon sokszor nem a Caporetto névvel találkozik, hanem lévén még a Monarchia tagja, a német verziót használtuk, tehát lehet találkozni a Karfreiti diadallal, a Karfreiti áttöréssel, és természetesen a német irodalomban is Karfreitként fordul elő, pedig Caporettóként. Ott alul láthatunk még két másik elnevezést, az úgynevezett 12. isonzói csatát, erre Máté az előbb utalt. Ugye itt az isonzónál, mint az közismert, egy hatalmas állóháború alakul ki. Az olasz, illetve az osztrák-magyar csapatok egymásnak feszülnek. Nem véletlenül hívták ezt is, mint oly sok más vérszivattyúnak, ahol elképesztő hadakozások folytak, de valójában egyik fél sem tudta a másik felet előre vagy hátra szorítani, és hívják első piávei csatának is, ezt legalábbis a második szakaszát mindenképp, az elsőt azt nem, majd elmondom, hogy mire gondolunk. Nézzük először a szemben álló erők nagyságrendjét, mert nem véletlenül szoktuk ezt úgy emlegetni, hogy a Caporettói áttörés, és ez a csataszó igazán nem adja vissza, ami világosan kiderül abból, hogy mi történik itt, hogy hát itt nem egy-két napos csatáról van szó, hanem egy hosszú-hosszú folyamatról, ami, mint látható, több mint egy hónapig tart. Olasz oldalról 49 hadosztályjal számolhatunk, ez több mint 600 ezer katona, és lényegében 3500 löveggel. Ugyanennyi löveg van a túloldalon, és minimális eltérés van 20 lövegnyi. Illetve, ami azonban a katonák számát illeti, azért az osztrák-magyar monarchia oldalán több mint 100 ezer katonával kevesebb van, tehát, ha úgy tetszik, a támadó részleg az, aki kevesebb katonával áll föl. De ha itt megnézzük ezt a térképet, akkor itt nagyjából látjuk, hogy mire gondolunk. Ott középen láthatjuk Caporettót, tehát itt jobb oldalról, ha megnézzük, azok a lilaszínű nyilak jelölik a Caporettói áttörés irányát, és hát a mértékét is világosan láthatjuk. Ugye ott van a Júliai Alpoknál, és végig le a Trieste öbölig, az a bizonyos isonzói állóháború, az a bizonyos isonzói állófront, és ez az, amit aztán sikerül egészen messzire a Piávéig előre tolni. Tehát ha a többi nyilat megnézzük, a kis fehér nyilakat, a zöld nyilakat, amik más hadműveleteket jelölnek, a zöld például egy olasz elvetélt ellentámadást egy évvel korábbról, megpróbálták visszaszorítani a monarchia erőit, tehát ehhez képest láthatjuk, mekkora előrelépés jelentett ez a Caporettói áttörés, és ez már önmagában mutatja, hogy miért volt ennek ekkora visszhangja 1917-ben, hiszen ez egy óriási katonai sikernek számított. Azt rögtön hozzáteszem, hogy a katonai siker az pont annyit ér, amennyire ki tudják használni. És majd a végén rátérünk arra, hogy ez a látványos diadal, ezt mennyire sikerült kiaknázni. Ha megint előre megyünk, akkor nézzük meg ennek az egésznek az előzményeit. Ahhoz, hogy egy áttörést, egy támadó frontot nyisson valamelyik fél, ahhoz az kell, hogy valami szerencsés körülmény ezt lehetővé tegye. Ez a szerencsés körülmény a világháború esetében két dologra épülhetett.
Az egyik az az, hogy az orosz fronton, a keleti fronton az úgynevezett Kerenszki offenzíva összeomlott, tehát magyarán fogalmazva az oroszokat sikerült visszaszorítani, illetve Románia pedig kapitulált. Ebből az következett, hogy az osztrák-magyar monarchia csoportokat tudott átcsoportosítani az olasz frontra, és ezt a vezérkari főnök, ez a bizonyos Arthur Ernst von Strausenburg, ezt azonnal észrevette. Őt nemrég nevezték ki akkor erre a magas posztra, és rögtön rájött arra, hogy ha keleten vissza tudunk venni az ott állomást adott katonák számából, akkor őket át lehet csoportosítani az isonzóhoz. Egyébként ő a neve ellenére nem osztrák volt, hanem nagyszebeni szász származású, tehát Magyarország területéről származott, Erdélyből, Szászföldről konkrétan. Caporettót és környékét választotta ki az áttörés helyszínéül, de ennek természetesen megvolt az oka, ugyanis az a helyzet, hogy ezen a részen kevésbé voltak olasz erők, akik Dél-Tirol felől várták ezt az áttörést döntően. Azt azonban világosan fel tudta mérni Strausenburg, hogy német segítség nélkül hiába csoportosít át erőket az osztrák-magyar monarchia hadseregéből, kevés a remény a sikeres áttörésre, és ezért aztán meggyőzte a nem olyan régen trónra került királyt, IV. Károlyt, akit ugye 1916. decemberében koronáztak meg, hogy járuljon hozzá, egy német hadsegítséget kérjenek. Károly ezt nagyon nem akarta. Tehát ő nagyon úgy szerette volna, hogy itt valami önálló áttörést érjen a monarchia, mert ugye nem volt mindegy diplomáciai viszonyrendszerben, hogy éppen a német császárságnak tartozunk-e valamivel, kérünk-e valamit, segítséget kérünk-e. De a monarchia szempontjából szerencsére Strausenburg meg tudta őt győzni. Volt egy bajor tábornok, ez a bizonyos Konrad Graf von Delmenzingen, aki a hegyi harcoknak volt a specialistája, a szakembere. Ő megvizsgálta ezt a vidéket itt Caporettónál, és azt a döntést hozta, hogy tapasztalt hegyi csapatokkal itt egy váratlan rajtaütést meg lehet csinálni. Hét hegyi harcokban járatos hadosztályt adtak a németek segítségül az osztrák-magyar monarchia csapatai mellé, és így jött létre ez a bizonyos létszám, ez a több mint 500 ezeres katonai létszám, ahol tehát nem csak az osztrák-magyar monarchia, hanem a veleszövetséges német császárság csapatai is felsorakoztak. A német csapatokat Otto von Below porosz gyalogsági tábornok vezette, aki szintén jártas volt ilyen harcokban, és meglehetős ügyességgel vitték oda a német haderőt. Felöltöztették őket az osztrák-magyar monarchia egyenruháiba, ami nem feltétlenül fért meg a katonai becsületkódexel, de becsületes háború az csak a filmekben van a legjobb tudomásom szerint, tehát egy ponton túl nem úri emberek játszmája a háború, itt pedig már végképp nem az volt. És nagy részt éjszaka csoportosították át őket. Ezzel az volt a cél, hogy elkerülje az olaszok figyelmét az, hogy a haderőket időszpontosítják, maga Below pedig többször látványosan ellátogatott Dél-Tirolba. Amiről persze írtak az újságok, jöttek a jelentések. Az egészen egyetlen célja volt, hogy az olasz főparancsnokot Luigi Cadornát és az ő hírvivőit megtévessze, hiszen elég nyilvánvalónak tűnt, hogyha Otto von Below tábornok, ez a tapasztalt német hegyi harcos folyamatosan fölbukkan Dél-Tirolba, akkor véletlenül nem véletlenül van ott, azért megy oda, mert innen akar majd támadni. Itt láthatjuk egyébként ezt a két derék úriembert, tehát Otto von Bellót és Arthur Ernst von Strausenburgot. Azt gondolom, hogy ha az embereknek van a fejében egy ilyen sztereotípia, a monarchia vagy a porosz császárság katonáiról, hát mindketten visszaigazolják, mert azzal a sajátos tétellel találkozhatunk, hogy a legtöbb közhely bármennyire unalmas, de igaz. Tehát egy bizonyos Köves Hermann nevű tábornok, temesvári szász, tehát ő nem szászföldi szász, de temesvári szász volt az első olyan tábornok a monarchia hadseregében, aki nem hordott se bajusz, se szakált. Tehát egy egészen ritka kivételnek hasonlított, hát ők nem ide tartoznak. Ha kicsit tovább megyünk, akkor látni fogjuk a csata legfontosabb eseményeit. Október 23-át, a dátum az nem 19.017, hanem 1917, természetesen elírtam. Folyamatosan 2017-et akartam írni úgyis mindenhova, reflexből. Szóval október 23-ára tervezték volna a támadást, de az a helyzet, hogy a katonák egy része annyira frissen érkezett a helyszínre, hogy Below végül is nem merte megkockáztatni a támadást így, hanem másnap hajnalra tervezte ezt. Na most szerencséje volt. Éjszaka elkezdett esni, majd az eső következtében pedig megjelent egy sűrű gömbolygó köd. Márpedig nyilvánvaló, hogy egy hadmozdulatnál mindig a támadó csapatot segítik, az, hogyha be tud valóban burkolózni. És ezért aztán reggel meglátván ezt, hogy itt van a köd, itt van az eső, na akkor adta ki a parancsot, ne várjunk semmire, indítsuk meg a támadást az olaszok ellen, akik totálisan meglepődtek ezen az egészen. Tehát egyfelől nem várták erről a front szakaszról a támadást, kora hajnalban sem várták, és volt még ráadásul egy sajátos taktikájuk, ezt itt a második bekezdésben elemezgettem. Bizonyos Oskar von Huyter, orosz tábornok alkotta meg az úgynevezett beszivárgás taktikáját. Ő maga nem volt itt a fronton. A beszivárgás taktikájának a lényege, hogy bizonyos pontokon át kell törni az ellenség frontvonalát, és a hátunk mögé került ellenséges csapatokat elszigetelni az előlevő főerőktől. Ez esetben nem jutnak el hozzájuk hírek, és a másik oldalról még ott levő csapataink révén ugye be tudjuk őket keríteni. Ez volt az elszigetelés taktikája és a beszivárgás taktikája.
Itt konkrétan a fronton jelen volt egy Alfred Krauss nevű gyalogsági tábornok, aki a Munaria haderejéhez tartozott, ő konkrétan egy osztrák úriember volt, mert ezúttal nem egy erdélyi németről beszélünk, aki ezt a harcmodort konkrétan itt a hegyekben arra építette föl, hogy a megszokott taktikától eltérően nem a hegyeket, nem a magaslatokat fogják támadni, hanem kifejezetten a völgyekben fognak előre vonulni. A völgyekben megkerülik a különféle magaslatokat, a hegyeket, és ezeket szigetelik el. Tehát ezt az elszigetelés taktikáját, ezt a beszivárgás taktikát konkrétan hegyi terepre alkalmazta. Gyorsan el kell indulni a völgyekbe, bekeríteni a hegycsúcsot, és akkor a hegycsúcson rekedt ellenséges csapatokat innen is körbe tudjuk venni, mert szépen lépésekben lehet előre hatolni. Na ezt a gyakorlatban az eső segítségével, a köd segítségével, a meglepetés segítségével úgy sikerült kivitelezni, hogy mint látható, körülbelül egy nap alatt 25 kilométerre sikerült előre tolni az olasz frontot, ami egy rendkívül sikeres dolognak mondható. Ráadásul Luigi Cadorna tábornoknál, az olaszok vezérletőjénél belépett egy olyan tényező, amit egy katona nem engedett meg magának, vélhetően a hiúsága. És képtelen volt elfogadni azt, hogy itt az egyetlen megoldás azonnal visszavonulni, feladni a területet, és addig visszavonulni, amíg nem tudnak kiépíteni egy olyan védelmi állást, amit meg tudnak védeni, hanem nem volt hajlandó még 26-án sem kiadni ezt a parancsot, hogy vonuljanak vissza az olasz erők. 27-én tette ezt meg, addigra azonban már a teljes bekerítés fenyegette őket, tehát már lehetetlen volt tartani ezt az álláspontot, hogy ne vonuljanak vissza. A Tagliamento folyóig sikerült neki visszavonulni a csapataival, ott ismét megpróbálta megállapítani a központi hatalmaknak a seregeit, de mivel nem időben tette meg ezt a lépést, szedetten, vedetten, demoralizáltan próbáltak a csapatai szembeszállni a németekkel, illetve az osztrák-magyarokkal, teljesen sikertelenül, úgyhogy egészen november 10-ig a Piave folyói folyamatosan ezzel a taktikával sikerült előre tolni az olasz csapatokat, majdnem Velencéig jutottak el, tehát innen láthatjuk az előbb nyillal ábrázolt távolságot, hogy miről beszélünk, és mindebben Luigi Cadorna belebukott, október végén leváltották őt, vagy pedig lemondott, erről folynak a viták, nagy valószínűséggel önként és dalolva úgy döntött, hogy nem előzi meg, amíg határozottabban tudtára adják, hogy mostantól nem ő tölti be a főparancsnoki pozíciót. Itt láthatjuk a két előbb említett úriember, tehát Oskar von Huytert, aki ezt a bizonyos beszivárgás taktikáját kieszelte, ott pedig Alfred Krauss tábornokot, amit az előbb mondtam, a tábornokokra élő közhelyes gondolatokra, azt itt megint meg tudom ismételni, tehát egy osztrák, illetve egy porosz tábornokot látunk ezen az ábrán. És itt pedig egy viszonylag korai ábrázolását arról, hogy hogyan történt ez az előrenyomulás. Lényegében ugyanazt a térképet látjuk, csak egy jóval korábbi, ugye ott vannak Krauss tábornok csapatai, tehát arra fölött északabbra, és lejjebb pedig a bajor hadtestek, illetve Scotti tábornok csapatai, Kossáth tábornok csapatai, és természetesen minden mögött leghátul pedig ott van Belo, ahogy tolják előre lassan, de biztosan a ellenállni egy idő után már képtelen olasz frontot. És hogy megnézzük a folytatást, és lássuk, mi történt az úgynevezett első piávei csatánál. Ugyanis ez a november 10-e, ez nem azt jelentette, hogy véget ért a harc. Ez a november 10-e azt jelentette, hogy a piávénál sikerült valamelyest megfékezni az előre nyomuló osztrák-magyar csapatokat, illetve a német csapatokat. Addigra azonban már, ahogy említettem, Luigi Cadorna belebukott a kudarcba, és a helyére kinevezték Armando Díaz tábornokot, aki a neve ellenére nem spanyol volt, hanem olasz. Ő lett az új olasz főparancsnok. Spanyol származású úriemberről beszélünk, az ősei Nápolyba emigráltak, és itt futottak be aztán karriert. Úgyhogy egy spanyol eredeti olasz tábornok, aki egyébként nagyon sikeresen vette át a csapatok irányítását. Azt azért persze hozzá kell tenni, hogy ebben némiképpen a segítségére voltak az Antant egyéb erői, ugyanis az angol és a francia, vagy ha úgy tetszik a brit és a francia vezetők úgy döntöttek, hogy Olaszország nem feltétlenül képes egyedül megvédeni magát, ezért aztán létrehoztak egy úgynevezett legfelsőbb haditanácsot, ahol Olaszország mellett Nagy-Britannia, illetve Franciaország is képviseltette magát, és ők döntöttek minden létező katonai kérdésről. Magyarán Olaszország katonai önállósága ezen a ponton megszűnt, de ez mit sem volna Díaz érdemeiből, aki az erődjénél jóval rátermettebb parancsnoknak bizonyult. Két nappal utána, ahogy sikerült megfékezni a támadást, a Molaria csapatai ismét támadásba lendültek, ezúttal már a Piave felső folyásánál, majd pedig a Brenta és a Piave között az úgynevezett Grappa hegységben. Itt azonban már az olasz erők felkészülten várták, kiismerték némiképp ugye a taktikát, felkészültek arra, hogy mit lehet csinálni, és sikerült megfékezni ezeket a támadásokat. Tehát azért beszélünk valójában a Caporettói áttörés végéről december 2-án, mert ez az a nap, amikor a Munaria vezetése felhagy az aktív támadással, belátják azt, hogy az eddigi sikereket nem lehet jelentős emberáldozat,
nélkül továbbvinni, illetve jószerűvel még jelentős emberáldozattal se, mert az olasz erők Anton csapatok segítségével, hiszen a britek és a franciák nem csak a legfelső haditanácsba szálltak be, hanem katonákat is csoportosítottak oda, megfékezték a támadást. Természetesen ez így is óriási katonai siker volt, ezt rögtön hozzá kell tennem, és nem véletlen, hogy óriási hírneve van ennek a Caporettói áttörésnek a mai napig. Nagyon sokszor hallottam azt a tételt, hogy az Osztrák-Magyar Monarchiának a legsikeresebb katonai akciója volt a világháborúban. Természetesen mindig lehet erről vitázni, hogy mi a legsikeresebb, mi a kevésbé sikeres. Az biztos, hogy katonailag óriási bravúr volt, és mint láthattuk, mind a gyakorlatban, mind a furfangokat tekintve, mind pedig a taktikát tekintve egy nagyon jól előkészített támadásról van szó. Itt látjuk a két olasz parancsnokot, Luigi Cadornát és Armando Díazt, tehát az elő, illetve az utód, akik részt vettek ebben. Maga Díaz egyébként később már Mussolini idején még hadügyminiszterként is szolgált. A Caporettói áttörésről pedig csak annyit, hogy amikor Mussolininek sikerült megfékezni az olasz szakszervezeteket, akkor azt mondta, hogy ez a szakszervezetek Caporettója. Tehát még az olaszoknál is fogalommá vált, mint rendkívüli veszteség. Akkor számoljunk egy picit, mivel járt ez a győzelem. Amikor ugye arról lehet hallani, hogy ilyen meg olyan diadalt aratott valaki, meg ilyen meg olyan győzelmet aratott, akkor általában ritkán számolnak azzal, hogy nincsen győzelem veszteségek nélkül. Amikor a Magyarországon kitört az első világháború, a társadalom nagy többsége örömmel fogadta azt, nem véletlenül, mert egy kicsit ilyen romantikus 19. századi elképzelés élt a legtöbb ember fejében a háborúról. A háború az az, hogy majd a magyar huszár az oda megy, jól megkorlapozza a muszkát, meg a oláhot, meg a rácot, és akkor majd hazajön, és a magyar lányok puszit adnak neki. És Isten, haza, család, becsület és minden ehhez hasonló fogalom. Az a helyzet, hogy ennek a legfőbb oka az volt, hogy lényegében a porosz háború 1866 óta fegyveres konfliktusban nem vettünk részt, tehát nem feltétlenül emlékeztünk már arra, hogy mi az, hogy háború. Itt viszont a diadal ellenére súlyos veszteségek érték természetesen az osztrák-magyar felet, és nézzük meg, hogy november 10-ig számolva, tehát addig, amíg a Piavénél ki nem fulladt a támadás, milyen veszteségekről beszélhetünk. Természetesen a nagyobb veszteség az olaszoké, kerekített számokról beszélek, pontos nyilvántartás, ugye nyilvánvalóan semmiről nincs. 10 000 halott, 30 000 sebesült, de a legbrutálisabb adat a 300 000 hadifogoly. Tehát a támadásnak a demoralizáló ereje, a rendkívüli sikere az legfőképpen abban mutatkozott be, hogy az egyébként harcedzett már hosszú ideje a fronton levő olasz csapatok meg sem kísérelték az ellenállást. Tehát annyira váratlanul érte őket, annyira elsöpörte őket ez a Caporettói áttörés, hogy ennyien adták meg magukat. És hát látjuk, hogy a lövegek jó részét, mintegy 5000 löveg volt, ugye valamivel több, szinte mindegyiket sikerült megszerezni, rengeteg puskát, géppuskát, stb. Szereztek meg. És ott van még 400 000 katona szökevény, akik a hátországba menekültek. Tehát gyakorlatilag azt kell mondani, hogy az olasz hadsereg ezen a ponton, itt Caporettónál, nem tudok rá finom a kifejezést, megsemmisült, szinte teljes egészében. Innen kellett Díaznak talpra állnia, és itt válik érthetővé a szövetségesek, az Antant erőinek a lépései, hogy miért kellett ennyire drasztikusan beavatkozniuk az olasz katonai eseményekbe. Rendkívül kemény megtorlással éltek a katonaszökövényekkel szembe, tehát nagyon sokokat hadbíróság elé állítottak. Még az a legenda is elterjedt Olaszországban, hogy megtizedelik őket a római légiók mintájára. Ez legjobb tudomásunk szerint nem volt igaz, tehát nem történt olyan, hogy minden tizedik katonát főbelövettek, de elterjedt a híre, és ahogy pont az olaszok szokták mondani, sino ne vero ebentro vato, tehát ha nem is igaz, de jellemző, hogy ez a híre elterjedt. Ami a mi oldalunkat illeti, hát összesen mintegy 70 000 főre tehető a veszteség, beleértve a halottakat, sebesülteket, és a monarchia alapítóiból kerül ki ebből 30 000, innentől kezdve fel tudjuk mérni, hogy a németek számára milyen áldozattal járt ez a diadal. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ilyen dicsőség, olyan diadal, és valami oknál fogva a magyar történelemben ez a hagyomány alakult ki, hogy mindig azt tekintjük nagy királynak, nagy politikusnak, aki óriási háborúkat nyer, akkor én csendben mindig hozzá szoktam tenni, hogy figyeljünk időnként azokra az emberekre is, akik nem forradalmakat robbantanak ki, nem háborúkat nyernek, hanem akik fent tudják tartani a békét és meg tudják kötni a kompromisszumot, mert a országjavát többnyire ezt szolgálta. Csak egy egyszerű példa, Károly Róbert királyunkat ritkán nevezzük Nagy Károly Róbertnek, miközben alig volt háború az országlása idén és egy virágzó Magyarországot teremtett. A fia Lajos az végig háborúskodta az uralkodása 40 évét, na őt meg Nagy Lajosnak hívjuk, mert milyen dicsőséges hadjáratokat vezetett egyfolytában, jó sok pénzért rögtön hozzáteszem. Zárójel bezár, és akkor nézzük, hogy a magyarokat hogyan érintette ez. Azt, hogy pontosan hány magyar katonát érintett, sajnálatos módon nem tudjuk pontosan megmondani, de ha ránézünk erre a néhány adatra, amit én itt feltüntettem, akkor abból világosan kiderül, hogy bizony, mint az közismert az Isonzónál, nem csak a Caporettói áttörésben, hanem egyáltalán rengeteg magyar katona harcolt, Budapest, Székesfehérvár, Debrecen, Pécs, Nagykanizsa, Veszprém, Esztergom, Szeged, Győr, Nagyvárad, Szabadka, Kassa, szatmárnémeti gyalogezredei vettek részt a Caporettói áttörésben. Tehát azt kell mondjam, hogy ez a nagy diadal bizony Magyarország számára konkrétan is nagy véráldozattal járt. Zárásgyaránt két
apró érdekességre, vagy úgy teszik, apró kuriózumra szeretném fölhívni a figyelmet. Az egyik Bertalan Árpád. Bertalan Árpád, aki aztán nem feltétlenül Caporettónál tesz szert a legnagyobb hírnévre katonaként, de 19 évesen nagyon fiatal katonaként, ugye a hármas számú bosnyák tábori vadász alakulatban harcolt, így már hadnagyként. Tehát ez is sokat elmondta, hogy valaki 19 évesen hadnagy. Tehát már tapasztalt frontkatonának számít, amikor megindítják a támadást 24-én, egy 15 fős köteléket vezet, és egy konkrét hegyet rohamoz meg, ezt a bizonyos Globocsák nevezetű hegycsúcsot. Na most jellemző, hogy minek utána milyen pánik volt az olaszoknál, hogy nemhogy megszerezte azt a bizonyos hat nehéz tarackot, amit odaírtam, hanem több százan adták meg magukat ennek a 15 embernek. Ezt nem lehet másképp elképzelni, mint a teljes demoralizálás állapotát. Tehát ez a vessük össze a 15-öt a több százdal. Hogy mennek előre és zsinórba jönnek elő feltett kézzel az olasz katonák. Na ezért ő kapott egy aranyvitézségi érmet, 10 évvel később pedig erre emlékezve megkapta a Mária Terézia katonai rend lovag keresztjét. Később azonban ő arról lett nevezetes, hogy a két háború közötti időszakban, majd pedig az első, a második világháború elején a magyar ejtőernyős fegyvernem egyik megteremtője lett. Tehát ugye földön harcoló katonából úgymond repülős katona lett, és nagyon sajátos módon halt meg 1941-ben, gondolhatnánk, hogy valami harci bevetésbe, majdnem a délvidékre indult egy 5 gépből álló köteléket vezetve, és épp hogy felszálltak ezek a gépek, az a gép, ahol ő ült, és 17 ejtőernyős embere, akiket ő képzett, ez lezuhant, és mindannyian meghaltak. Tehát tulajdonképpen nem volt ilyen értelemben harci bevetése. A másik olyan dolog, ami nem annyira akkor volt érdekes, de az utókor számára érdekessé válhat, az nem más, mint Erwin Rommel részvétele ebben a Caporettói áttörésben. Életkorából adódik, ugye 1891-ben született, hogy ő sem volt idős ember. Hát ekkor még Erwin Rommel, a II. Világháború későbbi német tábornoka, főhadnagyként a württembergi hegyi zászlóhajban harcolt, és igen jelentős szerepe volt abban, hogy ezt a bizonyos Montemayor nevű hegyet sikerült elfoglalniuk, tehát már itt letette a névjegyét katonaként, természetesen még nem nagy hadseregcsoportok vezetőjeként, és megkapta a Pour le Mérite érdemrendet, ez a legmagasabb német kitüntetés, amit ugye még a 18. században második Frigyes császár alapított, ilyen fiatalon ezt nem sűrűn osztogatták, később pedig ugye komoly katonai hírnévre tett szert. Ha megmondjuk a mérleget, és itt utalnék arra vissza, amire az előbb utaltam, hogy kétségkívül katonai bravúr, kétségkívül a hátországra és lélektanilag óriási hatást gyakorolt, hogy sikerült megmutatnunk, hogy a háború eme késői szakaszában is győzelmet aratunk, de ami a hatását illeti, az valójában a háború végkimenetét illetően jószerűen a nullával egyenlő. Állítólag, amikor a Pun háborúban Hannibal egymásnál aratta a diadalait, akkor Fabius Maximus, római konzul, aki folyamatosan azt a taktikát alkalmazta ellenő, folyamatosan menekült előle, nem vállal csatát, viszont ezzel remekül kifárasztotta Hannibált, ez a bizonyos visszavonuló taktika, amit ugye az oroszok is alkalmaztak Napóleon ellen később. Na ő mondta azt állítólag Hannibálnak, hogy győzni azt tudsz, Hannibál, de a győzelmeidet kihasználni, azt nem tudod. És tényleg nem tudta, mert Hannibál, mint tudjuk, akárhány csatát nyert meg, háborút nem tudott nyerni Róma ellen. A szegény Fabius Maximus megkapta a kunktátor, az halogató gúnynevet, később aztán ezt diadallal emlegette ezt a nevet, hiszen bejött a taktikája. Hát itt sem tudta kihasználni az osztrák-magyar monarchia a győzelmet, de valószínűleg ez nem az osztrák-magyar monarchián múlott, éppen ez alatt, hogy 17-re gyakorlatilag minden komolyabb katonai vezető tisztában volt vele, hogy csak időkérdése, hogy a háborút mikor veszítjük el. Nem véletlen, hogy az első világháborút a német császárság és vele szövetségben a monarchia villámháborúként képzelte el, mert tisztában voltak vele, hogyha a központi hatalmaknak nem sikerül nagyon gyorsan keresztülvinni a győzelmet, egy elhúzódó háborúban veszíteni fognak. Nem sikerült el kiaknázni ezt a győzelmet, olyannyira nem sikerült, hogy alig egy év telt el, és november 3-án 1918-ban a padovai Giusti villában a monarchia vezetői aláírják a fegyverszünetet, és ezzel a monarchia alig egy évvel a diadalmas Caporettói áttörés után kilépett a háborúból, és elindulunk abba az irányba, ami aztán Trianonhoz vezet. Zárásgyanánt Molnár Ferenc gondolatait szeretném idézni, hogy tényleg mindig lett és olvasata van egy ilyen dolognak. Nyilván egy hadtörténész úgy közelíti meg, hogy katonai diadal. Én ehhez mindig hozzátenném azt, hogy nézzük a humánum szemszögéből, és nem véletlenül emlegettem az áldozatokat. Maga Molnár Ferenc Galíciában hosszabb ideig szolgált haditudósítóként, de egy bohém úriemberről van szó, tehát ugye részben ugye a Pál utcai fiú hírójaként ismerjük, másról pedig hát tényleg egy roppant életvidám ember, aki rendkívül cinikus humorral viszonyult a világ minden részéhez. Hosszan lehetne sorolni, mi mindent lehetne tőle idézni ilyen szempontból. A háború őt is megrendítette. Tehát látta, mi történik a fronton, és meg is írta már 1916-ban, miután visszatért a frontról, az egy haditudósító emlékei című kötetét, és ebben van ez a bizonyos Hoffmann hadtestnél című írása. És
Tőle származik ez a mondat, amit rengetegszer idéznek, hogy nem lehet a háborút hazaírni. És ezzel egy dologra utal, hogy aki nem volt ott, az nem tudja. Tehát nincs az a fénykép, nincs az a film, nincs az a fotó, nincs az a hangeffekt, nincs semmi, ami vissza tudná érni, és ő írja ezt, hogy nem lehet a háborút hazaírni, aki itt van, az beszéd nélkül is megérti egymást. Minden sor, amit leírok, olyan, mint boldogtalan ifjú levele a nőhöz, aki végleg más szeret. Én mégis újra meg újra megpróbálom, Istenem, hátha. Tehát ő is tisztában volt a korlátaival. Amikor visszagondolunk Caporettóra, akkor természetesen egyfelől adózunk tisztelettel a katonai teljesítmény előtt, másról pedig azt gondolom, hogy nem véletlenül nem használtam egyszer sem azt a kifejezést, hogy mi, vagy ti, vagy győztünk, adózunk tisztelettel minden áldozat emlékére, legyen az civil, vagy katona, legyen az olasz, német, porosz, bármilyen nemzetiségű katona, vagy az Antal bármilyen katonája. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!